Paraszt az édesapám, én is az vagyok. Tavasszal én szántok vetem, nyáron aratok. Akármilyen kérges is a dolgos két kezem, megondolja senki azt, hogy nékem nincs szívem. Amulatok vagyok olyan kafar, mint az úr. Megfizetem, ha leszakad a hegedű húr. Mert én csak a pusztaságban érzem jól magam, ahol mi a madárnak is szemnótája van. Nem volt a mi családunkban boldog soha még. Hat ökörrel szántott vetett a nagyapám rég. Künn a pusztán buja ménes, mint az övé volt. Egy bűne volt, hogy szerette a muzsika szót. A mulatáshoz jó bor kellett, meg úri barát. Elvitte a kártya a bor, a termés javár. A jószágot lefoglalta a végrehajtó. Mégis engem a kocsmában a muzsika szól. Szeretettel köszöntök mindenkit a Barackosi Emlékműavató ünnepségen. Hegedűs Hanna Zsófia, településünk ifjú tehetsége fog egy szép népdalt kurujázni nekünk. Kérem Lengyel György polgármester urat, mondják köszöntőjét. Nagyon nagy szeretettel köszöntök ma mindenkit. A Kardoskút történetében úgy gondolom egy olyan pillanatot élünk meg itt ebben a néhány percben, amikor elindult egy olyan folyamat, amivel a településünk múltjára, a Hódmezővásárhelyi puszta egykor itt nyüzsgő életére megemlékezünk, és ehhez emlékmű is épült, amit most közösen föl tudunk avatni. Én szeretném köszönteni az itt megjelentek közül Orosz László igazgató urat, az Orosházi Vörös Marty általános iskola igazgatóját. Köszöntöm Fekete Zita hivatalvezetőt, és köszöntöm Kotymán László urat, a Körösmaros Nemzeti Park Kardoskúti Tájegység vezetőjét. Köszöntöm a Hódmezővásári Susáni Református Egyházközség képviselőit, Nagy Zoltán Imre lelkész urat, köszöntöm a Kardoskúti Református Egyházközség képviselőit, és valamennyi gyülekezet tagjait, akik megjelentek, és mindenképpen kell még köszöntenem azokat az embereket, akik már a múlt héten ugyanaz a nagyon nagy eső és a zord időjárás ellenére eljöttek ide,
Voltak, akik ugyan nem jöttek el, de itt születtek, itt éltek, ide jártak iskolába, ide jártak olvasókörbe, vagy az ő szüleik jártak ide, és annak emlékére jöttek el. A szót most nem szaporítanám tovább. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Szegedi Tudományi Egyetem Bölcsészettudományi Karának a Modern Magyar Történeti Tanszék vezető docensét, Marjanuc László urat, és felkérem avató beszédének elmondására. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a jelenlevőket, a kedves emlékezőket. A vásárhelyi puszta barackosi dűlőjének azon pontján állunk, amely valamikor a puszta népének művelődését, kulturálódását szolgáló közösségi terének adott helyet. Hogyha térben akarjuk elhelyezni ezt a három építményt, három közösségi teret, akkor észak-észak-keletről haladva ugye első volt az olvasókör, középen helyezkedett el a Fehértó parti elemi iskola, és később délen épült ehhez az épület együtteshez a lélekemelést és nemesítést szolgáló református imaház. Mielőtt azonban beszélnék a három a közösséget összekovácsoló, összetartó létesítmény életéről, hogyan jött létre a puszta? Mit jelentett ez a fogalom? Hogyan népesült be és alakult ki itt egy tanyahálózat, a tanya népét szolgáló kulturális hálózattal, aminek itt három építménye van. A törökig megyek vissza, nem fogok történeti előadást tartani, az egyetemen másfél óra, itt igyekszem, majd a polgármester úr nekem jelez, amikor úgy gondolja, hogy az időt kimerítettem. A török időkig 1701-ben látott napvilágot az a hirdetés, hogy vásárhelyre vissza lehet jönni. Eltűnt a török, és lehet újra jönni lakni. Vásárhely akkor ugye mezővárosi státusban volt, és a határát, a külterületét három közigazgatási egységre bontották. Volt egy tanya nevet viselő, tehát ott már szállásokat lehetett építeni. Volt a gorzsa, amely tőlünk inkább északabbra feküdt, és volt a puszta. A puszta földrajzi név. Nem néprajzi, etnográfiai fogalomként alkották meg ezt a határrészt, vagy adtak nevet ennek a határrésznek, hanem földrajzi egységként kezelték, olyan területként, amelyen szállás, ember alkotta állandó települést nem volt szabad létrehozni. Tiltották. 1744-ben már megjelent az első olyan tiltó rendelet, hogy itt nem lehet települést alkotni, létrehozni, itt törvényesen pásztorok lakhattak, pásztorok emelhettek kaibát, karámot, átmenetinek tekinthető hát építményeket. Na, de hát a pásztorok nem voltak állandó lakosok. Ugye a város abból élt, hogy a pusztát legelőnek használta. A város mezőváros volt, övezetes határbeosztással bírt, de ilyen volt Szeglédnek, ilyen volt Kecskemétnek, ilyen volt minden alföldi magyar mezővárosnak. Vásárhely annyiban tért el, mondjuk Makó vagy Kecskemét mezőváros határbeosztásától, hogy itt a város közvetlen közelében is legelő volt, belső legelő, és utána következett a szántóföldi övezet, ami egyre bővült, egyre tágult, de nem errefele, hanem a tanya irányában, mert szaporodott a nép. Nép szaporodik, köllött a búza, köllött kenyérnek, köllött a kukorica az állatnak, köllöttek a kerti növények a háztartás népének, a háznépnek, és emiatt fölköllött törni a földet. És ez a
övezetes határbeosztás külső részén helyezkedett el a puszta, a külső legelő. Külső legelő általában a mezővárosoknál, de vásárhelyen is ebből éltek az emberek. A külső legelőn volt a pénz, a belső legelőn csak lábas jószág, a külső legelőn szilajtartás, göböly, marha, ridegökör, ló, és ebben volt a pénz, és ez volt a fő oka annak, hogy a pusztát föltörni nem engedték. Tehát a puszta mögőrzésének, mögtartásának oka, legfőbb oka a vásárhelyi polgárok, cívisek, gazdáknak az anyagi érdeke, mert itt pénzeltek, tehát itt volt, a külső legelőn ridegtartásból volt a pénz, és nem a belső lábasjószágtartásból. A város se nagyon forszírozta a dolgot, mert ha megengedi a szállások létesítését, akkor, és ez besűrűsödik, betömörül, és állandó jellegű szállások, lakóhelyek jönnek létre, akkor az emberben vágy keletkezik az önállósodásra, az elszakadásra, a saját életre. És ezért nem engedték sokáig ezt a pusztát benépesíteni. A fordulópont az a kapitalizmus. Tehát ez rendi feudális korszak. Itt volt legelő egyeztetés már 47-ben a Károlyi családdal, ugye ott Vásárhely földesura, mindig veszeködtek, hogy az állatok melyiknek a legelőt elkülönözték, tehát a puszta jó legelő volt. Legelő volt, ezt elkülönözték úri és paraszti, rusztikális legelőre. És ez tartott lényegében 1852-ig, ekkor hozott, akkor már ugye nem a földesúri joghatóság alatt élő város, hanem ekkor a neoabszolutizmus korát érő város egy rendeletet, hogy föl lehet törni a pusztát. 1852 Vásárhely életében fontos időpont, Szegeden is ekkor kezdték el osztani a legelőt. Tehát kérdezik a hallgató, hogy mi a kiegyezés Szegeden 1852-ben volt. Engedték. Engedték a népet kijönni, területet foglalni, föltörték a pusztát, és a puszta föltörésével párhuzamosan elindult a tanyaépítés. Tehát a legelő felosztás az maga után vonta a szállásépítést, a tanyaépítést kezdetben. Ugye a nagy tanyával rendelkező vásárhelyi gazdák idősebb fiai éltek kint, azok voltak az első állandó lakosok, kerültek ide szegényebb sorsú vagy vagyonú emberek is, akik továbbadták a földet orosházi gazdáknak, orosházán született és orosházáról származó birtokosok nagy arányban vásároltak itt területet, és hát ez egész korszakon át tartó folyamat volt, így népesül be a puszta. Így népesül be. Olyan sűrűsödés zajlott végre, hogy már az 1870-es években voltak kísérletek az önállósodásra. 1869-es adatot tudok mondani, akkor 4000 főt számoltak a vásárhelyi határ puszta névvel jelölt földrajzi egységében, 4000 fő, és volt körülbelül 800 épület, 700 valahány konyhát számolt meg az összeírás, ahol konyha van, ott lakás van. Ez kérem szépen a vásárhelyi puszta népességének és az állandó szállásoknak az erős jelenlétét mutatta. Na most, ahol emberek vannak, ahol végül is nagyon sok ember élt és tanyasoron egymással kapcsolatban, és a vásárhelyi anyavárostól, hát igencsak elszakadó vágyaktól vezetve, tehát önálló életet folytatva, ezeknek az embereknek nem elsődleges szükséglete az egzisztencia volt. Ez a földművelésben jutott kifejezésre. 28 holdon nem lehet marhacsordát tartani. Itt a földművelésen múlott minden, és az akkori pusztai emberek leleményességét, élni akarását, tudását és a viszonyokhoz való alkalmazkodó készségét, képességét bizonyítja, mit tudom én, 10 aranykoronást, a nagyon gyenge, ugye itt szemben ezek a Szikesföldön, tudtak szántóföldi kultúrát teremteni. 4 lóval küllött szántani persze hozzá,
de Feketeföld az Amarra van, ugye följebb kezdődik, és a megélhetésnek az egzisztenciális bázisát biztosították. Ez körülött a testnek. De van a lélek, és van a szellem, és az emberek közösségi kovácsolódásának másik nagy eszköze az autokton, tehát a belülről fakadó, az önálló hát eszközökkel megvalósított hát művelődési és kulturális lehetőség. Nos kérem szépen, ekkor lép a történelem színterébe, ekkor lép a pusztai élet történetébe az olvasókör létrehozása, az iskola megalapítása, és kicsit később az imaház létrehozása. Olvasókör. Ez egy párját ritkító intézmény. Az előbb azt mondtam, hogy egy kulturális hálózat. Vásárhelyen 100 volt, kicsivel több, kerekít, 100 volt, 40 bent, 60 kint. És itt volt 14. És ebből az első a Barackosi volt, szép kis részlet van a múltra épülő jövőben, egy ilyen kis helyi kiadványban most, hogy az első köri elnök egy tanító. Hát ki legyen a kör elnöke, ha nem a tanító, a falu és a puszta lámpása, hogy hogy jött létre az olvasókör. Gazda Karasz Péter adta hozzá a területet, tehát adott hozzá egy holdnyi földet. Akkor adtak hozzá anyagi segítséget. A népek dolgoztak a kör épületének fölépítésében, más anyagi módon is hozzájárultak, anyagi segítség, fizikai hozzájárulás, minden alulról akarták. Minden így jött alulról. Ezt hívjuk civil társadalomnak. Ezt hívjuk. Nem volt benne felső szervezés, és így alkották meg az olvasókört, amely nem csak az elemi kulturális igényeket mutatta, hanem muszáj is volt, hasznos is volt, mert Magyarországon akkor még 1880-as években viszonylag nagy arányú volt az analfabetizmus, tehát az írni-olvasni tudásnak, az tájékozódásnak felnőttek számára biztosított fix pontja volt az olvasókör, és azt szoktam mondani hallgatóknak is, hogy ennek a külön értékét az adja, hogy a talpon maradást, az életben maradást az anyagi termelés mellett a belső kulturális szükségletük is diktálta. Olvasni akartak, cserélni akartak, milliárdozni is akartak természetesen, kártyáztak is, pedig az tilos volt, mind hozzátartozott az olvasók, mind hozzátartozott. És az olvasókör az heti két alkalommal, itt ha jól tudom, csütörtökönként és vasárnaponként működött, 40-50, kezdetben ugye 37 volt a tagság, később ugye szaporodott, semmivel nem pótolható, hogy mondjam, szociális, társadalmi illeszkedést biztosított a tanyai emberek számára, akik hozták, vitték a könyvet. Nem volt nagy katalógus rendszer és nagy adminisztrációja. Tudták, hogy mit akarnak olvasni, egy jókait kiolvastam, és akkor cserélték egy mixátra. Tehát, és ezzel szerintem a legmaradandóbb kulturális értékekhez jutottak. A tudati nevelés, és egyáltalán hát mondjuk így, hogy a helyes vagy patrióta gondolkodás elmélyítését szolgálták az ünnepségek, minden olvasókör kiemelkedő eseménye volt a nemzeti ünnepalkalmaknak a megtartása, voltak bálak is, Erzsébet katalógus, tehát a bálak is voltak, ami összehozta a közösséget, és ugye előbb sátorban, aztán később már a bővített olvasóteremben, de a nemzeti ünnepek. Ezt azért emelem ki, mert ez az a pont, ahol az olvasókör létezése találkozott az iskola létezésével. Tehát a két kulturális művelődési intézmény
ez kötelező volt, az állami, nem volt mese, Ötvös József megmondta, muszáj tanulni, muszáj tanulni, tehát ez tankötelezettség, ez pedig egy ugye alulról jövő kezdemény, de az ünnepeket méltóvá és örömtelivé, és azt is mondhatom, hogy élvezhető színvonalúvá az iskolás gyerekeknek a műsora tette. Tehát az olvasó körök ezen alkalmain megfelelő tanító is ilyen volt, föl lehetne olvasni a névsort, megfelelő tanító esetén a gazdák saját gyerekeik, unokáik szereplésében gyönyörködhettek. Olvastam Szenti Tibor tanulmányában, hogy az olvasó, az iskola a járást és az iskolában tanulást kezdetben nem mindig forszírozták a szülők, tetszett az indoklás, mert ha pantallót húz, lenézi a munkát. Tehát a pantallós ember az hátat fordít a fizikai munkának, korrigáltak a gazdák. Korrigáltak, mert utána rájöttek arra, hogy a tanulás, a kultúra, a művelődés nem taszítja, hanem megerősíti és hozzáköti az embereket az élet, hogy mondjam, fundamentumához. A Fehértóparti iskola az 1892-ben, tehát kicsit később, mint az olvasókör, és itt voltak már előtte is iskolai kezdemények. Ez megint érdekes, mert a társadalomnak a kultúra szeretetét bizonyítja. Módosabb gazdák, vagy ilyen lehetőséggel bíró gazdák fűthető helyiséget adtak oda iskola célt. Egy mondjuk egy tanteremnek. Egy nagyobb kamra, vagy egy nagyobb előszoba, tehát amit lehetett fűteni, mert csak télen jártak iskolába a gyerekek, azokat átadták, ezt hívták zugiskoláknak, és ilyen iskola működött már 1878 óta, de 1892-ben ugye itt a városi önkormányzat, a törvényhatóság, Vásárhely törvényhatóság. Most is az, hogy visszakapta, törvényhatóság. A törvényhatóság ugye megengedte, vagy tudomásul vette, hogy az iskolákat államosítsák. Tehát az állami kézbe vették, és hát 1892-től az államosítás bevezetésétől lehet jogilag számítani a Fehértóparti iskola, ez volt Pusztabarackosi iskola, akkor volt Fehértóparti iskola, aztán később hivatalosan Fehértóparti elemi népiskola lett, így szerepelt a papírokban, hogy ez létrejöjjön és működjön. A tanterem mérete majdnem 6x6, és volt rá durván 100 gyerek. 100 gyerek, egy tanító tanít. Úgy szoktam mondani, hogy egy-egyes iskola volt. Egy tantermes, egy tanítóval. Egy tanítóval. És megoldották. Ez az ötvösféle iskola rendszer, egy tanteremmel, egy tanítóval, meg más, egy pár Nobel-díjas kinevelt világ számára. Úgyhogy, és voltak persze gondok a mérettel kapcsolatosan, mert nem fért sok gyerekbe a tanterembe, és a fűtést nehezen oldották meg. A lényeg, hogy 1900-as évek elején bővítették az iskolát, és akkor már 17 méter szer 7 méter, 6 méter volt, tehát jó nagy terme volt az iskolának. Ez azért fontos, mert ez a körülmény összekapcsolja az egyházzal az iskolát. Itt nem volt az Isten tiszteletnek akkor még fölszentelt helye. És az iskola megnagyobbított tanterme alkalmas volt gyülekezeti alkalmak szolgálatára. És a Vásárhelyi önkormányzat, törvényhatóság az 1897-ben megengedte, hogy a tanyai lakosság református gyülekezete, református hívei
az iskola nagy termét imateremként használják. És utána összekapcsoltam a dolgot, hogy amikor később, jóval később, ugye nem engedik a tanteremnek a kettéosztását, mert a nagy tanterem a tanár szemében mit jelentett? Sok a gyerek, és délután is tanítani kell. Ha ketten vagyunk, akkor egyik délelőtt, másik délután tanít. Akkor csináljuk racionálisan, hogy ketté vágjuk a tantermet, két kicsit csinálunk, és párhuzamosan tud a két tanító tanítani. Ez volt egy javaslat még a századfordulón, illetve a Horthy korszakban is, de nem engedték a hívek, mert ezt használták gyülekezeti alkalomnak. Egy kis terembe befér 30-40 ember, de imádkozni, lelket ápolni eljöttek 80-an. És akkor ez volt a különbség oka, ami miatt végül is a Fehértóparti iskola kettős célt is szolgált, nevelte a nebulókat, és hát istentiszteleti helyként működött vasárnaponként. Az imaházat tulajdonképpen a két másik létesítményhez képest később fogják fölépíteni. Az 1930-as években, az 1930-ban Nagy Imre tiszteletes úr építette föl az imaházat, amelynek ugye volt egy kis tornya, és a homlokzatába erősítették a harangot, és ez az imaház szolgálta utána az itt élő református híveknek hát az egyházi vallási életét. Ennek a tornyát, harangját fogják majd aztán elvinni az evangélikus templomba be a faluba, és ott állítják föl. A falu evangélikus, nekik templomot 1938-ban építenek, itt is az írásban templomról beszélnek gyakran, de nem volt templom, ez csak imaház volt. Haranggal ellátott és kis toronnyal ellátott imaház volt, amely magában foglalt parókiát, tehát egy paplakot, és magában foglalta az imatermet. És ez kielégítette, jól szolgálta az itteni református hívek életét. Kardoskút, na az egy evangélikus. Azért, mert orosháziak lakják. Orosházán az evangélikus vallás gyökerezett meg, orosházi gazdáknak a kirajzása és birtokvétele, birtokszerzése a pusztában eredményezte azt, hogy itt ugye az orosháziak vallása vált dominánssá. Az intézmények későbbi sorsáról annyit, hogy a barackosi olvasókör az még működött a 40-es, 50-es évek elején, és aztán a kommunista hatalom felszámolta az iskolákat, nem számolta föl, de átalakította. Az iskolák átalakítása, az olvasókör felszámolása indirekt eszközökkel mutatja, hogy a 45 utáni hatalom, beszéltük éppen Szenti Tiborral, ezzel kezdte a múlt átalakítását és az új társadalom, vagy az új embertípusnak a nevelését, eltüntetni, lerombolni, megszüntetni mindazt, ami kulturálisan, vallásilag a múlthoz köt. Tehát előbb megszüntetni az imaházat, megszüntetni az olvasókört, és átalakítani az iskolát. Kérem szépen, szószék és iskola. Ez. Aki ezt birtokolja, akkor úgy gondolja, hogy átprogramozhatja az agyakat, átprogramozhatja a lelkeket. És hát az iskola, azt mondom, nem szűnt meg, mert a tankötelezettség természetesen nem szűnt meg, azt az 1950-es években ugye bevitték Kardoskútra, de a helyiek ragaszkodtak, hogy a puszta központban csak legyen egy iskola, és ezt az iskolát rendezték be, aztán a közigazgatási központban, a kétemeletes vagy egyemeletes közigazgatási központban. És hát a puszta is így sorvadt el a TSS-ítéssel, az új világgal, a kulákos világgal sorvasztották el a maguk erejéből,
a maguk tisztességére és munkabírására büszke, önálló élethez szokott és ebben biztos úton járó társadalmat, a tanyai életet, és csináltak egy kolhozvilágot, átalakítottak mindent, megszűntek a tanyák, természetvédelmi terület lett itt mellettünk lévő fehértói rezervátum 1966 óta. Azt a régi paraszti világot, tanyai életformát ma már biztosan nem lehet egy az egybe institúció in regnum, tehát egy az egybe helyreállítani, na de hogy az itt élőkre emlékezve, és ugye a erőfeszítéseikre, az itt teremtett múltra emlékezzünk, és ezt ébren tartsuk a mostani generációban, ez viszont a mi jogunk és a mi kötelességünk, ennek tettük már melleget. Köszönöm szépen! És akkor, amiért idejöttünk, ugye az emléktábla, Kopanyicalara énekelt nekünk ilyen szépen. Most pedig fölkérem polgármester urat, hogy olvasson föl nekünk egy távolból érkezett levelet. Vannak többen, akik ma nem tudtak eljönni, és közülük szeretnék egy levelet föl is olvasni, aki jelenleg Svájcban él. Ő itt született és itt gyerekeskedett a Fehértó környékén. Vágó Jánosnak hívják, aki most jelenleg ugye a feleségével kórházban van, hiszen a felesége rákos betegségben van, nagyon csúnyán megbetegedett, ezért nem tudott eljönni, de mindenképpen szeretném ezt a levelet felolvasni, és én azt gondolom, hogy amit rendszeresen említ Szenti Tibor is, a vásárhelyi ember, mint egy olyan különleges egyedi szokásokkal és viselkedéssel nevelkedett nép, és olyan emberek vagyunk, akik tisztességesek, becsületesek, érzők, és én azt gondolom, hogy ezzel a levéllel most Svájcból üzen nekünk, de vásárhelyi szívvel Vágó János. Hallgassák szeretettel! Kedves polgármester úr, nagyon szépen köszönöm a július 14-i emlékművel díszített e-mailt. Főleg tetszik, ahol a fa, mint egy védőkéz az emlékmű fölé hajol. Hátul a búzatábla mögötte napraforgó erdő fantasztikus. Remélem egyszer leülhetek oda, csak február óta ismerjük egymást idézőjelben, de nekem olyan ez, mint egy új született barátság.
Minden levélváltás közben hoz minket egymáshoz közelebb, akkor is, ha az 1300 km út távolsága makacsul marad. Minden mail után nő a barátság értéke. Nekem ez olyan sokat jelent, hogy nem tudlak többé magázni. Remélem nem bántalak meg, és azt is remélem, hogy még ez évben egy pohár borral kocinthatunk erre. Itt is, ott is engem mindenki Jánosnak hív, a családnak Jancsi maradok. Gondolok sokat rád és Kardoskútra, ha csuklasz, én vagyok a hibás. Remélem június 4-én jól sikerült a puszta találkozó, talán jövőre, ha megéljük, pont-pont. Köszönöm, ha az emlékműavatásnál megemlítetted a nevem, senki nem ismer, az nagyon jól esett és melegítette szívem, lelkem, hogy a papokat kérted, áldják meg a messze élőket is. Köszönet és hála ezért. Református vagyok, 1961-ben Orosházán konfirmáltam, utána elköltöztünk. 2014. november 2-án újra elmentem egy istentiszteletre, Szalkai Róbert lelkész úr prédikált, nagyon örült nekem. Tavaly húsvét előtt megint ott voltam, pont szeretett vendégségi istentisztelet volt, mély megható. Ott ismertem meg Csáki Imrét és családját, kedvesek voltak, meséltem a tanyánkról is, később innen írtam nekik egy levelet kézzel, mint neked először. Nem jött rá a válasz, és meg is értem, tanyai emberek, jószágok, föld, kert, gyerekek, felelősség. Tulajdonképpen nekem sincs időm, mindig másoknak éltem, szolgáltam magyarul. A kép, amit küldtem neked, tavaly meghalt a párom unokatestvére, októberben még egy nagy tábla rozsot vetett a temetés után, már zöldült. Ez Bierben, egy kis falu a Genfi tó fölött. Felesége küldött nekem 5 kalászt, ez lett belőle. Most küldök neked is majd 5-6 kalászt, ha valahol elültethetnéd, nagyon kedves lenne. Itt úgy hívják gerste, és főleg leves csinálnak belőle. Soha nem volt honvágyam, de a te közvetlenséged, puszta szereteted engem is megszállt. Sajnos Ivet nincs jól, naponta gyengébb lesz, ma délután is kezelésen voltunk. A lucernás teát említettem, ott nem ismerik. Sajnos a rák személyenként változó kezelést igényel. Kinek segít, kinek nem a gyógyszer. Kedves György Gyuri, elnézést, hogy sokat írtam, pedig még annyi mondani valom volna, de nem akarom drága időd, munkától és kedves családodtól elvenni. A múlt vasárnap itt voltunk Isten tiszteleten, és imádkoztam értetek is, Kardoskútért is, ezután is fogok. Isten áldását nektek, baráti öleléssel, János. És ezzel a... Ezzel úgy gondolom, hogy amiről az előbb beszéltem, mindent eláruló emberi szavak és érzelmek jöttek, és én ezzel szeretném fölkérni jelenlévő lelkipásztorunkat, hogy áldjon meg bennünket, áldjon meg azokat, akik nem tudtak eljönni határon innen túl, és az emlékmű javatását is. Köszönöm. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és elhangzott nagyon sok minden. Én csak egy rövid történetet szeretnék elmondani a emlékmű építéséről. Polgármester úr találta ki, megbeszéltük, és úgy döntöttük, hogy hát mi is meg tudjuk ezt csinálni, olcsóbb lesz. És elkezdtük, amikor esett az eső, szünet volt, amikor a nagy hőség volt, így csináltuk addig, ameddig bírtuk. Nem volt élettelen a puszta, rengeteg gazdálkodó ember járt itt a traktorral, és meg is álltak beszélgetünk, és az egyik megkérdezte, hogy azt nem értem, mondja már meg, miért pont itt? Mondtam, azért, hogy ne kapjunk hőbuttát. Most már mindent értek, és ment tovább. És valószínű, hogy ezért is van itt, hogy ne kapjunk hőbuttát, most is jó meleg van, és meg lehessen állni. És amint hallottuk, valóban a történelem elsodorhat mindent, épületeket elbonthat, de egy valami az örök. Örök az Isten beszéde és azoknak az élete, akik az Istenben ragaszkodnak. Nekünk reformátusoknak, ugye híresek vagyunk arról, hogy szeretjük a zsoltárokat, és a zsoltárok között is a 90. zsoltár az, ami közel áll a szívünkhöz. Vannak itt még olyan emberek, akik itt tanulták meg a betűvetést,
Itt tanulták meg az Isten tiszteletét. Most Isten tiszteljük, próbáljuk meg elénekelni a 90. Zsoltár első versét. Te benned bíztunk elejétől fogva. Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak. Úgy még sem föld nem volt formába, te voltál Isten, vagy erős Isten, és te megmaradt minden időben. A 90. Zsoltár utolsó, 17. verse, ami rákerült az emlékoszlopra is, azzal vegyük az Istennek az áldását. Legyen velünk, Istenünknek, az Úrnak jó akarata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Hisszük, valljuk, hogy azok az emberek, akik itt éltek, itt haltak. Az ő kezeik munkája maradandó lett, és életük elnyerte az üdvösséget. Emléket állítottunk nekik. És ez az emlékkő vezessen bennünket közel az Istenhez, hogy a mi kezeink munkái is legyen maradandó. Így mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úristen áldása legyen és maradjon mindannyiunk. Amen. Kérem polgármester urat, hogy mindannyiunk nevében helyezze el emlékezés koszorúját, amivel a tanítóknak és a lelkészeknek mondunk köszönetet rájuk emlékezni, illetve aki még hozott a helyezett emlékezés világnak. Még egy pillanatra, még a koszorúzás előtt. A legelső mondataim között nem említettem néhány nevet, volt, akit nem láttam, közben megláttam, és innen jutott eszembe, hogy jelen vannak a Kardoskúti civil egyesületek is, a Kardoskúti Főnix színjátszó egyesület, a Kardoskúti faluszépítő és turisztikai egyesület, és nem utolsó sorban a Kardoskút községért közalapítvány elnöke is jelen van, és a Kardoskút alapítványán keresztül többen támogatták, hozzájárultak az emlékmű alapanyagaihoz. Én szeretném köszönteni Berényi János urat is, aki a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesülettől jött. A múltra épülő jövő kiadványunkat Marianus docens úr már említette, itt majd lesz belőle megvásárolható is. Tulajdonképpen konkrétan a Barackosi emlékműhöz kötődő kiadvány, és abban a kiadványban a folyamatról is lehet olvasni, ami a jelenben zajlik, hogy hogyan történik ma ez, hogyan kutatjuk és hogyan rögzítjük a rendelkezésre álló, a még megmaradt dokumentumokat. És ebben le is íródott a legelején, hogy a Vásárhelyi Pusztáért Egyesület megalakulása tulajdonképpen Szenti Tibor jelen van, Szenti Tibor Hódmezővásárhelyi néprajzkutató ötlete volt, és én szeretném őt külön köszönteni, és föl fogom kérni Tibor bátyámat, hogy a Vásárhelyi Pusztáért Szövetség 2013. januári megalakulását követően az idén egyesületté válásunk alkalmából, és az első
pusztai olvasókör emlékére állított emlékmű alkalmából nagyon nagy öröm, hogy közösen elhelyezhetjük a jelenlévők és az ide gondolók koszorúját, és szeretnélek felkérni Tibor, hogy, hogy közösen helyezzük el ezt. Köszönöm. A koszorút. Csináljátok meg más körül. Thomas Manna a József és testvérei tetralógiájába így indít. Mélységes mély a történelem kódja. Most mink tulajdonképpen egy cseppet merítettünk ebből a mély történelmi kórból. Olyan előadások, olyan beszédek hangzottak el, amelyek nem csak a múltat, de bizonyos mértékig a jövőnket is meg fogják határozni. Hogy mennyire tudunk összetartani, mennyire fogunk majd egymással találkozni a következő évekbe, évtizedekbe, hozzuk a gyerekeinket, unokáinkat, mert akkor ez a puszta ki fog teljesedni. Nagyon köszönöm Önöknek, hogy hozzájárultak ehhez a szép emlékműhöz. Isten áldja meg Önöket, és kívánom, hogy nagyon sokáig éljenek. Én csak egy cseppet adtam ennek a mélykútnak a gyomrába. Hát több mint 50 éve, hogy járom, és amíg voltak tanyák, egészen addig, amíg el nem tűntek. De még most is itt vagyok. Isten áldja meg. És akkor, akik még hoztak emlékező koszorút, virágot, kérem helyezzék el, és fölkérem Fejes Sándort, aki Kardoskúthoz kötődő, kardoskúti születésű, hogy a Honfoglalás című darabból muzsikáljon addig. Köszönöm. Száj, sólyom szárnyán, három hegyen túl. Száj, sólyom, károkán.
Szeretném megköszönni a Orosházi Nagy Utazási Iroda vezetőjének, Nagyné Szőlősi Terikének, hogy támogatta és hozzájárult az emlékmű létrehozásához és az avató ünnepséghez. És egy kis emléklappal, illetve egy kiadvánnyal szeretnénk most, hogy megőrizzék emlékét a támogatók annak, ami tulajdonképpen az emlékmű megépüléséhez nélkülözhetetlen volt. Nem jött volna létre az emlékmű a gondozulására és usáni református egyház község és kardoskóti tány gyülekezetének lelkésze Nagy Zoltán Imre segítsége nélkül, és szeretném tiszteletes úrnak átadni egy levelet. Köszönjük szépen! Sok mindent! Simon János ide járt iskolába, ifjú korát itt töltötte, és ő is hozzájárult az emlékmű felállításához. Nem csak anyagilag, nagyon sokat szorgosan segített nekünk a fényképek és régi dokumentumok gyűjtésében. Jani bácsi, szeretnék átadni neked egy oklevelet. Köszönöm szépen! Szeretném megkérni azt, megkérdezem tőled, hogy esetleg egy rövid gyerekkori emléket, hogyha elmesélnél itt nekünk, teljesen mindegy, ami eszedbe jut. Tisztelettel köszöntök mindenkit, összes jelenlévőt. Én valamikor, az a Simon Jancsi vagyok még most is, aki 1946. szeptemberében elhozott a két nővére ide a Fehér Dokart iskolába. Mert ugye itt volt a kör, 50 méter az iskola, utána még a paplak. Hogy bevezessenek a betűk és a számok világába. Csuti Gizi tanítónéni volt akkor a tanító. Hát nagyon-nagyon sok szép emlék fűz engem ide a helyhez, a Fehér Tóhoz, a Levente térhez, mert az volt a játszóterünk, mert ugye az iskola udvara kicsike volt. És hát én negyedik osztályig jártam ide, nagyon sok van itt élő iskolatársaim. Akkor behúzolkodtunk pusztaközpontra utána a Krébec féle orvos lakásba, az lépte a tanterem. És hát itt végig ugye arról is tanyasor a tóparton, amarról is, a tó az igazi tó volt. Víz volt benne, nem nád, meg ilyesmi. Télen pedig az emlékek úgy elevenedtek fel, hogy Csáci Pista erre lakott messzire a székeken, ott, ahol most a szürke gulya van. És a jégön ide járt iskolába. És megtanított bennünket korcsolyát csinálni. Fenyőléc, kis drótdarab, madzag és a cipőre fölkötni, és szünetbe, csühő, vég a tón, meg vissza kifutott az idő. Ekkor a gyerekkoromban. Nagyon szép emlék. Én nagyon szépen köszönöm a aki hozzájárult az emlékműhöz, hogy ezt megérhettem, hogy ezt sikerült itt felállítani. És innen elhelyről szólítom a még meglévő osztálytársaimat, vagy az utánam következőket, hogy jöjjenek el nosztalgiázni. Én nagyon sok szeretettel állok a rendelkezésre, akar itt, akar otthon. Föleleveníteni a régi dolgokat, mindent. Mert a Levente tér is, ugye az volt a játszótér. Lődomb, szintén zenész, játszótér. Aztán sorban, amikor ezt végigjártuk, behúzolkodtunk az iskola, ugye itt megszűnt, majd én kijártam az iskolát végig, akkor utána pedig a Baracskosi Olvasókörhöz ragaszkodtam, és nagyon-nagyon sokszor kijöttem még utána egy kicsit táncolni, mert szerettem. Ugye szép emlékek, nagyon sok szép emlékfűz. Magyarul mozgékony kiskölök voltam. Engem szerettek a fölfele lévő iskolások, vagy a lefele lévő iskolások, mindenki. Én úgy éreztem. És bármikor tanálkodok akárkivel,
nagyon sok szeretettel gondolok mindenkibe. Én nem akarom szaporítani a szót, mindenkinek jó egészséget, boldogságot, békességet kívánok, és hogy még nagyon-nagyon sokszor találkozhassunk, akár a szent helyen, vagy bárhol a világban. Köszönöm szépen, hogy hallgattam. Szintén nem jöhetett volna létre az emlékmű. Verasztó Lajos nélkül szeretném neked is átadni az oklevelet. Köszönjük. Kérhetnék egy versekérésen. Természetesen. Van egy kedvenc nótám nekem is, hogy elénekelhetné el. Teljesen. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a puszta himnusza lehet ez a nóta. Igen, ezen örömmel, már, de ha lehet, ehhez is fűznék néhány gondolatot. Ugye tudják a Kardos Kultert és a Vásárhelyi Hídot, hogy élt egy Rózsa Imre dalköltő nótaszerző, és annak a kedvenc nótáját, meg hát engem is fűz ide a gitarra és az első, a tiszteltes úr nagyon szépen fogalmazott, az Isten tisztelni, itt kezdtem, édesanyám vezetett itt a pusztán keresztül, és ide jártam ebbe a templomba. Na, hát akkor vidám, és köszönöm szépen, hogy ezt hozzátehetek. Köszönöm szépen. És akkor szóljon ez a Rózsa Imre, mindnyájunknak kedves kis dallam ez a... Pali bácsi! Vásárhelyi puszta az én szűrőm, látom én a szók, én átjöttem, húz a termő határ, néni városáig, visszavágy a szívem. Az esemény úgy alakul, ahogy várta, mert épp a docens úrral beszéltük, hogy ugye egyszer a Verasztó Lajossal vitáztunk azon Budapesten, amikor oda jártam iskolába, azon vitáztunk, hogy ő szerinte a zenészek akkor lesznek igazán jók, ha megtanulnak mindent. Én meg azt mondtam, hogy szerintem azok az igazán jó zenészek, akik nem tanultak, hanem ösztönösen játszanak és rögtönöznek. Aztán összeraktuk, hogy a kettő együtt működik, tehát egymás nélkül. De a lényeg, hogy köszönjük a nótát Lajosnak, és szeretném megköszönni Móroc Anti bácsinak is, hogy támogatta az emlékművet. Köszönjük szépen neki. Jó egészséget kívánok! Szabó György úr is itt van, ha jól láttam. Igen. Úgy szintén köszönet Júli bácsi is ide járt támogatásáért. Jó egészséget kívánok! Jelen van Gombkötő Lajos, úgy szintén egyik támogatónk. Köszönjük szépen! Varga Pál alpolgármester úr is jelen van, és itt szeretnék kitérni arra a fejezetre, ami a nosztalgián és az emlékeken túl a jövőbe mutató kezdeményezés. Alpolgármester úr informatikus, rendszergazda, és jelenleg felső fokon tanulja ennek a mesterségnek a csinyát, dinnyát.
és az a QR tábla, ami ott van a pad szélén, azt alpolgármester úr készítette, és nem ez volt a nagy munka, hanem ami mögötte van, egy webfelület, ahol elkezdtünk folyamatos adatokat gyűjteni erről a helyről, az olvasókörről, az iskoláról, a paplakról, az imaházról, ahol az itt zajló életről már számos dokumentum fénykép érkezett be, és terveink szerint ezt több nyelven is meg tudjuk majd a weboldalon jelenteni. A mai fiatalok már, hogyha esetleg erre járnak majd kirándulni, és a Hódmezővásárhely önkormányzatával közösen megkezdett kerékpáros túraútvonal a kijelöléséhez tudunk csatlakozni, akkor ezeken az emlékhelyeken egy okos telefon segítségével már bőven web információhoz lehet hozzáférni, és tulajdonképpen mindenféle írást meg tudunk ott jeleníteni, amit már önöktől, többüktől is kaptunk, meg megtaláltunk, illetve a kutatási munkák is fönt vannak. És ez nagyon jó, mert folyamatosan frissíthető, bővíthető és korlátlan mennyiségű információt lehet föltenni erről a helyről. Egyébként itt szeretném megjegyezni azt, hogy ez az avató ünnep 40 percre készült, nem tudom hány perc telt el azóta, de én napokig tudnék itt egy rendezvényt a barackosi olvasókör helyén szervezni. Varga Pál alpolgármesternek szeretném megköszönni sok munkáját és támogatását. Pillanatra hagyj kérjek szót, és engedjék meg, hogy a köszönetek során talán ezzel kellett volna kezdeni, hogy polgármester úrnak megköszönni azt a rengeteg munkát, amit ebbe a mai rendezvényünkbe, illetve ahhoz, hogy ide eljuthassunk, belefektetett a családja és munkája mellett, az csak az elhivatottságát tükrözi. Én szeretném megköszönni neki, és további jó egészséget kívánok ahhoz, hogy ezen a megkezdett úton, amelyet ma elkezdtünk, tovább tudjunk haladni, és ehhez tényleg a lehető legjobb egészséget és a családhoz sok boldogságot kívánok. Köszönjük szépen ezt a mai napot. Köszönöm. Amikor 2013 márciusában összeültünk, hogy akik a pusztáért sokat tettek, azokról gyűjtsünk névsort, többen eljöttek kardoskútiak, és ott felvetődött az, hogy a lelkészeken, tanítókon túl ugye voltak itt útászok is, és jelen van Csáki Ernő. Ernő bácsi javította meg ezt az utat, ami tavaly járhatatlan volt, még traktorral se tudtunk volna bejönni. Akik itt laknak, tudják, nagyon sokat dolgozott, és köszönjük szépen Ernő bácsi, hogy külön odafigyeltél, és a támogatásodért egy oklevelet szeretnék át. Horváth Gusztávnak is köszönjük szépen, ő most nem tudott eljönni. És a Muszka Kálmán úr, az orosházi MMD nyomda készítette el, és fölajánlotta azt a táblát, ami egyébként egy ilyen lézer technikával vagy hogy készül. Köszönjük szépen az ő támogatását is. Én szeretném megköszönni Terjékné Kaposi Andrea Művelődési Ház vezetőjének, hogy az ifjúságot ide szervezte ma, hiszen ahogy a docens úrral előzőleg beszéltük, ugye még az ünnep előtt, hogy ők a fundamentum, ők a jövőkép. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ők ma itt voltak, és remélem, hogy nektek is jó élmény volt ez a friss pusztai levegő. És szeretném... Adrián. Derékné Kaposi Andrea fia Adrián már szabad kardoskúton, és ő a szívemhez nagyon közel álló verset fog elszavalni, és itt szeretném megemlíteni Törőcsik Marit is, aki úgy szintén, amikor itt járt kardoskúton a Verasztóla őségnál, többször idézte Arany és Petőfi munkásságát, és szeretném fölkérni Petőfitől az Alföld című versre Ferjék Adriánt. Hallgassák szeretettel. Petőfi Sándor, az Alföld. Mit nekem te Zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája? Adán csodállak, ám de nem szeretlek.
s képzetem hegyet völgyedet nem járja. Lem, az Alföld tengersík vidékén, ott vagyok hon, ott az én világom. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelenjét látom. Felrepülök ekkor gondolatban, túl a földön felhők közelébe. S mosolyogva néz rám a Dunától a Tiszáig nyúló róna képe. Déli bábos ég alatt kolompol Kiskunsárnak száz kövér gulyája. Deleléskor hosszú gémű kútnál széles vájú kettős ága várja. Méneseknek nyargaló futása zúg a szélben, körmeik dobognak. S a csikósok húrjantása hallik, s pattogása hangos ostoroknak. A tanyáknál szellők lágy ölében ringatózik a kalászos búza, s a smaragnak eleven színével a környéket vígan koszorúzza. Ide járnak szomszédnádasokból a vaddudak esti szürkületben, s ijedve kelnek légi útra, hogyha a nád szelétől meglepben. A tanyákon túl a puszta mélyén áll magányosan dölt kéményű csárda. Látogatják a szomjas betyárok, kecskemétre menvén a vásárra. A csárdánál törpe nyárfenyő erdő, sárgul a királydínyi is homokban. Oda fészkel a visító vércse, gyermekektől nem háborgatottan. Ott tenyészik a bús, árva hajú lány, s kék virága szamárkenyérnek. Hűstövéhez déli naphevében megpihenni tarkatunkok térnek. Messze, hol az ég a földet éri, a homályból két gyümölcsfák orma néz. S megöttük, mint halvány ködoszlop, egy-egy város templomának tornya. Szép vagy a föld, legalább nekem szép. Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. Itt boruljon rám a szemföldől, itt domborodjék a sír fölöttem. És hogyha bárki szeretne még itt megszólalni közöttünk és elmondani bármit, akkor most szívesen hallgatjuk. Egyébként meg készültünk egy kis fehér borral, sóshalmival, és ásványvíz van itt poharak, hogy majd az ebédhez mindenkinek jó étvágya legyen, és vigyék el hírét ismerőseiknek, hogy itt az emlékmű avatása megtörtént, és jövőre minden nagy reménnyel Fecskés Pahaton folytatjuk, ehhez várjuk a segítséget továbbra is, közreműködést. A kiadvány vásárolható. Mi maradt még az első osztályos tépen? Akik rajta vannak sorban, hogy ki van jelen? Sorban, Bétót János. Nincs. Sajnos. Akkor ez Varga Enci, Szántai Mihály, Mágori Sándor, Farkas Pista. Aha. Liborzsony. Akkor Csáki Erzsi, Filágyi, Irénka, hiszen. Aztán Juhász Erzsi, Juhász Babi Justina, meghalsajnos. Kesmár, Farkas Ida, más Juhász lány, akkor Mónár Eszkó, Kurucz Feri, na meg Simon Jancsi. Mónár Eszkó, Arany Mihály, meg a Mónár Korem. Ez volt.